Sziasztok! Most szeretném folytatni, amit az előbb elkezdtem. Az előbb az elméről és a szívről kezdtem már kicsit beszélni, a saját magam útján keresztül, hogy mi az én feladatom. Most arra gondoltam, hogy egy kicsit az előző életeimről beszélek. Arról, hogy hogyan születtem meg ide, a háromdimenzió világába, 1965. október 2-án. Alapvetően nem a születésemet, a biológiai vagyis a születésemet szeretném elmesélni, ami a Dunai Városi Kórházban történt, hanem azt, hogy előtte én valahol Dél-Amerikában éltem, és egy fogolytábornak a résztvevője voltam. Fiatal voltam, amire emlékszem, fiatal fiú, mérhetetlen tüzes, akaratos, olyan, aki meg akarta váltani a világot. És tulajdonképpen meg is váltotta a magam módján, de ez a megváltás mérhetetlenül nagy ellenállásokat fejtett ki az akkori énem környékén, ezért hamar fiatal korom ellenére, hamar büntetőtáborba, munkatáborba küldtek, 10 éves koromban. És hát ugye ott köveket fejtettünk. És hát egy fogolytábor, azt mindenki tudja, hogy a fogolytábor, ott más nem lehet csinálni, átnevelő tábornak is hívták, napi 10-12 órán keresztül, csak ütöttük a követ, és nem volt más. Természetesen, mivel ilyen mérhetetlen tüzes voltam, és nagyon, nagyon lázadó, igazán lázadó, mindenáron meg akartam szokni. És tulajdonképpen egy napon sikerült is. Nagy nehezen valahogyan azt a láncot, ami a lábamon volt, képes voltam elvágni. Most, hogy mivel, meg hogyan, nem érdekes. De a lábamon, a jobb lábamon így is ott maradt az a lánc, amivel oda voltam kötözve egy darabja, és azzal együtt egy este elhagytam a tábort. Persze ezt már jóval korábban megterveztem magamban, minden egyes lépést kigondoltam, mint ahogy általában a filmekben is lehet látni, hogy aki meg akar szökni, annak minden egyes gondolatát azt köti le, hogy hogyan, hogy ezt végte. Úgyhogy én is teljesen megterveztem, és véghez is vittem. Kint voltam az erdőbe, és éreztem újból a szabadság illatát, arra is emlékszem. Éreztem az illatokat, sötét volt, és néztem az eget a sok-sok csillagával. És mérhetetlen boldog voltam. Sikerült. Végre egyszer a szabadságomat visszakaptam. De persze ez a siker nem volt hosszú, és elég hamar utána jöttek, mert észrevették a táborba, hogy elszöktem. És azért csak egy vége láthatatlan menekülésé vált az egész, a túlélésemért. Futni akartam a lánccal a lábamon, és sikerült is, de már a végén a lánc úgy bevágta a lábamat, hogy vérzett, és már a húst is lehetett látni, de akkor is rohantam. Napokon keresztül csak rohantam, élni akartam, nem akartam meghalni. Olyan végtelen ellenállás volt bennem, olyan végtelen harc és életkedv, hogy egyszerűen nem tudtam feladni azt, hogy éljek, hogy életben maradjak. Még persze a végén egy nagy tört beledobtak a hátamba. Pont akkor, amikor elértem egy tavacskát, egy vizet. És az volt az utolsó kép bennem, amikor láttam, hogy a testem, amelyik végtelenül el volt zsigerezve, már nagyon vézna volt, csak pörög-pörög, és szép lassan a víz elnyeri. Én viszont föntől magasról néztem a saját testemet. És az volt az utolsó gondolatom, nem sikerült, meghaltam. És abban a pillanatban beleestem egy alagútba. És abban az alagútban olyan végtelen gyorsasággal töröttem, hogy csak na, és egyszer csak ebbe a testembe találtam magam. Akkor születtem meg Dunajvárosban. Akkor született meg a mostani testem Dunajvárosban, úgy, mint Méhes Andrea Gabriella. Anyukám 10 hónapra szült meg, sokat mondta nekem, hogy én szeptember 12-ére volt velem kiírva, de végül október 2-án jöttem el.
úgy, hogy addig az életemért küzdöttem ott abban a másik világban. És amikor ide megszülettem, kislánynak születtem. Ott férfi voltam, hogy meséltem, itt meg lány. Anyukám azt is mesélte, hogy amikor másnap meglátta, hogy milyen világos szőke hajam van, sokáig úgy érezte, hogy kicseréltek, én nem is vagyok az ő gyereke. Alapvetően ez az egész életükre rányomta a bélyegét, mert anyu egész életében úgy érezte, hogy én nem tartozom hozzá, hogy egy olyan világot képviselek az ő számára, ami a számára érthetetlen, bizarr, és a számára értéktelen. De, hogy miért is lehet ez? Igazán ezekre a dolgokra szeretnék rátérni. Ugye már az előzőleg meséltem arról, hogy mi az elménkben élünk. A jobb és a bal agyfélteket. És alapvetően ennek az agyféltekén állandóan tükrözi egymást. De ez az agyfélteke a feszültséghez tartozik. A mi világunkban mi az, ami a legalapvetőbb fizikai törvényekhez tartozik, a villamos áram. Az, hogy mi itt élünk a fejünkben, és a fejünkön keresztül teremtjük a saját valóságunkat. Ez az, ami meghatározza az életünk fizikai jellemzőit is. Mert ezért van az, hogy most mindent nálunk az elektromosság működtet, pedig vannak a világegyetemben más erők is, amik a mágnesességen alapulnak, de azok már magasabb tudatszinthez tartoznak. A mi tudatszintünk most, az utolsó 2160 évben, legalább akkor, hanem az utolsó 13.000 évben, a feszültség az, ami teljes mértékig teremt. De hát mi mostanában nem a mágnesesség és nem a szeretetünkön keresztül vagyunk képesek teremteni, hanem pontosan annak az ellentéte, a feszültség, ami ellenálláson alapuló súlódási energiát jelent, ami a tűz. Tulajdonképpen a mi tudatszintünk most ebben a pillanatban a tűz elem. A tűz elem az, amelyik három szögekből áll. Itt van egy merkaba. Igazán a merkabának a csillagtetrajéder geometriája, ez a szakrális geometrián. És akármilyen hihetetlen, ez a mi szakrális geometriánk, a mi alacsony tudatszintünknek a tervrajza. Ezért kell mindannyiunknak ezt a szakrális geometriát beindítanunk a saját energiarendszerünkben, mert ezen a tudatszinten vagyunk jelen pillanatban. És ahogy látjátok, ez a tűz, a tűznek a szakrális geometriája a háromszög. Látjátok, ez sok-sok csúcsból áll, háromszögekből, amik tulajdonképpen hegyesek. A feszültséget ezek a hegyek okozzák, hogy ezek ennyire ki vannak életve, és ez az alacsony tudatossági szintnek az a lényege, hogy mindannyian úgy tudunk fejlődni, hogy csak feszültségen keresztül kapjuk a leckéinket. Maga az, hogy mi itt vagyunk, ezen a dimenzióban, annak nem az a lényege, hogy boldogak legyünk, akármilyen hihetetlen is. Tudom, mindig mindenki ezt tanítja velünk, hogy nekünk boldogoknak kell lenni. De nem ez a lényege. Az a lényege, hogy változzunk. Majd erről is külön beszélek, külön kifejtem, hogy pontosan mit jelent. Tehát, az utolsó 1000 években rengeteg feszültséggel mentünk keresztül. Egyszerűen azért, mert a markútban vagyunk. Nagyon sokan biztos hallottatok az életfáról. Hogy az életfának a csúcsáról valamikor elindultunk. És úgy indultunk el valamikor, mint Ádám és Éva. Amikor benne voltunk a mindenben, az egységben, a tökéletes Istenben. A tökéletes Isten semmi más nem volt, mint a szívünk. A szívünkben teljesen egy volt akkor az az isteni szikra, és ott volt a szívünkben, éppen hogy csak kimozdult a szívünkből, amikor Ádám és Éva elhagyta a földi
földi a mennyországot. Nem a földit, hanem az égi mennyországot, ez biztos. És az nem itt volt még a földön. Akkoriban még 16 méteres hatalmas nagy lények voltunk, és a genetikánk is nem 46 kromoszomából állt, hanem 52-ből, mint ami az emberi potenciálnak a maximális lehetősége. De a megtapasztalást választottuk. És nem mentünk ez az életfának a legcsúcsáról, egészen a legmélyebb pontjáig. És addig tudatszinteket váltottunk. Az ötödik tudatszinten, amikor még majdnem 16-tól 20 méteresek voltunk, alig voltunk kisebbek, mint az az isteni atyánk, az Urunk, aki megteremtett minket. Utána lehullottunk a negyedik tudatszinttel, ahol már 9-10 méteres lények voltunk. Lemúriába 9-10 méteres lények éltek. Aztán utána lehullottunk a harmadik tudatszinttel, ami már Atlantis és Hun szigete volt, ahol már 3-tól 5 méteres magasságú lények voltunk, emberi lények. Aztán onnan belehullottunk a második tudatszinttel 13 ezer évvel ezelőtt, amikor is másfél métertől két méteres lényekké váltunk, és attól kezdve már kellett elmenni. Tehát kiestünk az isteni kegyelemből, ami tulajdonképpen a mi genetikánk volt, semmi más. Isteni kegyelemből, és lejutottunk az életfának a malkutjába. És a mai napig is a malkutjába vagyunk, bár 2012. december 22-én elindultunk fölfele. Elindultunk fölfele, és a Földnek a rezgése már jó 20 éve elindította magát azért, hogy képesek legyünk egy napon dimenziót váltani, és egy magasabb tudatszintre visszajutni, ahonnan alábújottunk. Ez a lényege a mi tudatszintváltásainknak, és ez a lényege annak, hogy az utolsó akárhány ezer évben a feszültségen keresztül éljük meg a létezésünket. A feszültségen keresztül kapjuk a leckéinket. És a feszültség az, ami alapvetően minket tud mozdítani abba az irányba, hogy változunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Én úgy gondolom, hogy most egyszerre ennyi elég volt. Majd folytatom.